Ugyanaz volt a feladat egyébként, mint az előző évben, tehát kértünk egy bemutatkozó videót, és kértünk egy 45 perces tanóra vázlatot. Ami viszont új volt, hogy a legjobbakat két napon keresztül egy úgynevezett demo day-en keresztül lehetőséget juttattuk, hogy mondják el, hogy miért is fontos az egész program a számukra, illetve arra a bizonyos tanóra vázlatról egy kis kivonatot mondjanak el, amit legjobban hangsúlyozni szeretnének, amit legfontosabbnak tartanak. De hogy a bíráló bizottság mi alapján választotta ki a három győztest, illetve hogy melyek voltak azok a szempontok, amit fontosnak tartottak, arról majd a bíráló bizottság tagjai fognak pár gondolatot elmondani. Elsőként Grabner Péter, aki a pályázatok energetikai szempontból való minősítéséről fog pár szót.